Nagyon drága követőim és rajongóim, ha gondolhatod, hogy milyen idegben van az öreg Cilla. Ha Viktorka megint taka. Takába rakod minket. Ha hogy képzeli ez? A felcsuti Maradona. Na várjál, fölhívom. Csű, de szép ember. Csű! Cilla, itt vagyok, Csaba. Csak éppen rendelem a vakcinát. Honnan anyukám, az AliExpressről? Mi ez a sok új zárás? Ha jó pofa vagy, a fodrás zárva, a ruhabolt zárva. Ezeken a helyeken a lakosság egyharmad elkaphatja a vírus. Hát a lényeg neked, hogy így is meglegyen a kétharmad. Lesz valami kis ünnepség. Most szigorúan tilos gyülekezni. Ha látom, anyukám, bár a zárás óta a praktiker lett az új IKEA. Ha miért nem ünnepelgettek ott? Bemegyen, leveszel a szerszámosztály polcáról egy sarlót, meg egy kalapácsot, ott vonulgatod. Hát mondjuk amúgy se gond, ha van ilyen otthon, nem? Anyukám, ha ma a művészvilágot is vagy egy éve, hogy takába raktátok. Ha ma alig látok színészt. Ha bár mondjuk, amikor a múltkor pizzát rendeltem, a Vili bácsi hozta ki. Adtam neki 200 forint jattot, ő meg ki akart róla állítani egy számlát, azt hitt, hogy forgatáson van a kis öreg. Hülyeskedj! Ne viccelj már velem! Ha mikor tetőzik a harmadik hullám, anyukám? Mostataim szerint körülbelül jövő hét. Ha mi vagy te? A fejcsuti orákulum? Igen. A sok munkahelynek meg taka. Vírus, ide vagy oda, a foglalkoztatottság folyamatosan nő. Hát arra gondolsz, anyukám, hogy a piros lámpánál egyre többen árusítanak újságot, akkor mondjuk igazad van. Ha mondjuk nem mindenkit érint a válság, anyukám. Hát itt a Várkonyi Andika. Ha valami új lovagja van, gondolom nála dolgozik, mint gázszerelő kisegítő. Hát elég jó fizetőállás lehet, amennyire ki van kerázva Andika, ő sem éppen a gázóráját olvasgatja le, hanem az aranyórájának a számlapját. Aki ner, az nyer. Taka!